Keruk sorozat 17. előadás. A Pimasz szellem. Démoni támadásról, mint mondtuk, olyankor beszélünk, amikor a gonosz léleknek nincs hatalma az ember fölött, akit befolyással alá akar vonni. Előző előadásomban a démoni támadás fizikai formáit, a zaklatást és bántalmazást taglaltam. Most a démoni támadás pszichikai formáira kerül sor. Ezek szemben a fizikai támadással rendkívül gyakoriak. Mondhatni mindennaposak a keresztény életben. Nem behatolásról, csak támadásról van szó. Tehát a démon nem jutott hatalomhoz az ember fölött, de igyekszik úgy hatni az emberi pszichére, hogy az ember vagy valami rosszat tegyen, ilyenkor beszélünk kísértésről, vagy pedig ne hajtson végre valami jót, ilyenkor beszélünk ellenállásról. Természetesen teljes joggal mondhatja valaki, hogy az ellenállás is kísértés, csak a passzív irányban. Mégis célszerű ezt az egyszerű terminológiát használni, mert ezt már Scanlan és Sörner Szabadítása gonosz lelkektől című könyvének magyar kiadása népszerűsítette. Amikor tehát most a kísértést tárgyaljuk, olyan démoni kísérletre gondolunk, amely valami rossz megcselekvésére akarja rávenni az embert. Erre klasszikus példánk van. Máté 4.1. A lélek elvezette Jézust a pusztába, hogy megkísértse az ördög. A pszichikai támadás az egyetlen démoni befolyás, amely az ember élet Istenre is kiterjedt. Jézus feltétlen hatalommal parancsolta gonosz lelkeknek, így neki nem volt része közvetlen démoni zaklatásban vagy bántalmazásban, emberi lényének szentsége pedig kizárta a démoni behatolást vagy éppen megszállást. De emberi pszichéje, mely a rendetlen hajlamokat kivéve olyan, mint a miénk, épp úgy tudott szemügyre venni bármilyen képzetet, mint a miénk. A Pimasz szellem tehát megkísérelhette, hogy olyan képeket állítson Jézus elé, amelyek gondolkodását helytelen irányban próbálják befolyásolni. Nem törekszem arra, hogy választ adjak a megkísértés történetével kapcsolatos egzegetikai és teológiai kérdés komplexumra, egyetlen egyet teszek, a Mátéi beszámoló alapján megpróbálom nyomon követni a kísértés és a kísértés elleni védekezés logikáját. Jézus, mint ember, mentes a perverz, illogikus gondolatoktól. Fantáziájában nincsenek beteges képek, érzelmei kiegyensúlyozottak. Nem kísérthető úgy, mint mi, gyöngeségeinken keresztül. Csak logikus gondolatokkal és tiszta képekkel áll szóba. Ugyanakkor, mint ember, nem minden tudó. Épp úgy zajlik benne a gondolkodási folyamat, mint bennünk. Tudata legvégső mélyén, mint fehéren izzó bizonyosság, ott van az Atya állandó jelenléte, amely gondolat ebből a mélységből bukik fel, azon isteni pecsét van. De amely gondolat az emberi pszichológiai folyamatok útját járja, az fokozatosan világosodik meg, és a végső mélységig nem egy pillanat alatt jut el, útközben sok minden történhet vele. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Olvassuk a Máté evangélium 4. fejezetének 2. versében. Ez nem rendetlen vágy, hanem egészen természetes, normális emberi jelenség. Aki nem eszik, az megéhezik. Az is természetes, hogy az éhes ember előtt megjelenik a kenyér képe. Kövek vannak Jézus előtt a pusztában, és ő kenyérre vágyik. Tudatában van a János keresztségekor rászállott karizmatikus hatalomnak. Nem tehetné meg, hogy a kövek kenyérré változzanak? A sátánnak nincs semmiféle hatalma Jézus tudata fölött. Egyetlen egészségtelen torz gondolatot sem hozhat létre benne, de most ez a gondolat egészen a logika szabályai szerint született meg.
Jézus később ismételten él karizmatikus hatalmával, hogy kenyeret adjon az éhező tömegnek. Most felhasználhatná ugyanazt a hatalmat, hogy saját éhségét kielégítse, semmi rosszat nem tenne vele. De vajon akarja-e az Atya? A gondolat megindul a mélység felé, ahol az Atya világossága ragyog. Ismétlem, nem próbálom visszaadni az események sorrendjét. A sorrend annyira másodrendű kérdés, hogy Máténál és Lukácsnál a kísértések más-más sorrendjét találjuk, de a karizmatikus hatalom felhasználása egészséges képzet, amely logikusan hívja elő a másikat. Jézus a templom ormán látja magát, ahonnan a tömeg elragadtatott ujjongása közepette sértetlenül száll alá a mélységbe. Elvégre ő a fölkent, a karizmatikus uralkodó. Ebben sincs semmi rossz. De vajon így akarja-e az Atya? A tömegek rajongásától kísért karizmatikus messiás eszméje tovább halad az Atya világossága felé. Fölött állni mindennek, uralkodni a nemzeteket, dicsőséges birodalom dicsőséges királyává lenni. A kumráni messiás eszme, amit Jézus igen jól ismer, kibontakozik képzeletvilágába, egész csábító gazdagságába. De az Atya világossága fölragyog, mint a reflektor. Isten fölkentje, szolgáljon, ne uralkodjék. Ne használja karizmatikus erejét saját vágyainak kielégítésére, jogos vágyainak kielégítésére sem. Ne használja csodatevő hatalmát saját személyének kiemelésére, jogos kiemelésére sem. Az Atya eleven szeretete úgy árad Jézus szívében, mint az emésztő tűz. Isten alázatos messiást küldött. Ki akarja, hogy Jézusból saját vágyait kielégítő, saját személyét kiemelő, uralkodó messiás legyen? Az, aki a szolgálat eszméjét gyűlöli, az ellenség, a kísértő. Ha Jézus ezt az eszmét valósítja meg, a sátánt teszi Isten helyébe. Távozz, sátán! Mert írva van, uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Máté 4.10. A pimasz szellem elhordja az irháját. Az ördög elhagyta őt egy időre, mondja a Lukács evangélium 4. fejezetének 13. verse. Később visszatért. A jóhiszemű Péter szájába adta gondolatait, aki megpróbálta eltéríteni Jézust az alázatos messiás eszméjétől. Jézusban akkor villámszerűen működött a megkülönböztetés. Távozz előlem, sátán, botrány vagy nekem, mert nem Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével. Máté 16.23. Péter behúzta a nyakát, nem egészen érte, hogyan lett sátán ő belőle, aki az előbb még szikla volt. Máté 16.18-ban. De Jézus ráismert a pusztai kísértő hangjára. A kísértő megint visszatért, amikor Jézus vérrel verítékezve vonta le az alázatos messiás eszméjének végső konzekvenciáit. Gondolataiban ismét megjelent, elképzelhető más kép is. Tedd el tőlem ezt a kelyhet, Márk 14.36. Ám győzött az Atya világossága. Ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Megalázta magát. Engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden más név fölött van, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, az égben, a földön és az alvilágban. Filippi levél 2. fejezet 8-tól 10. versig. Ebben áll a kísértő végleges veresége. A mi megkísértésünk abban különbözik Jézusétól, hogy rendetlen hajlamaink révén
mi magunkban hordunk egy ötödik hadoszlopot, egy belső árulást, amely az ellenség kezére akarja adni a várat. Mi nálunk minden pszichikai támadás magában foglal egy árnyalatnyi behatolást is, viszont van kéne támaszkodnunk. Nem nekünk kell győznünk, Jézus már győzött, csak hittel hozzá kell fordulnunk, hogy ossza meg győzelmét velünk. A kísértés után most a pszichikai támadás másik formáját, az ellenállást tárgyaljuk. Az ellenállás a pszichikai támadásnak az a formája, amelyel a démon közvetlenül szembeszegül valami jóval, amit meg akarunk valósítani. Ez persze akadályozhatja közvetett módon is, zavaró körülményeken át. Pál apostol például azt írja a tesszalonikiaknak, hogy már többször el akart menni hozzájuk, de a sátán megakadályozta benne. 1. tesszaloniki levél, 2. fejezet 18. vers. Ez az akadályozás nyilvánvalóan a körülményeken, azaz másodlagos okokon keresztül történt. Tudnak azonban a sátáni hatalmak közvetlenül is akadályozni, és most erről beszélünk. Ilyenkor az emberi pszichére nehezedik olyan démoni nyomás, amely akadályozza a helyes cselekvést. Néhány éve történt. Közösségem nyilvános ima összejövetelein huzamosan úgy éreztük, hogy Isten dicsőítésének valami akadálya van. A dicsőítő ima nem ment úgy, ahogy kellett volna. A nyelvek dicsőítettek, a karok a levegőbe emelkedtek, és mégis valami nyomás ült a termen. A dicsőítő ima felszabadító erejét csak rövid időre tapasztaltuk. Pedig ez hatalmasan végig tud söpörni az imádkozó közösségen. Hétről hétre megtartottuk az összejövetelt, és hétről hétre ránk nehezedett ez a sajátos akadályoztatás. Többször vezettem közös bűnbánati imát, hogy megszabaduljunk minden szokássá vált vagy megtűrt bűntől. Többször imádkoztam a démoni hatalmaktól való szabadulásért, Jézus vérének oltalmáért, sohasem teljes sikerrel. A különös nyomás mindig újból megjelent. Körülbelül azt is éreztem, hogy a teremnek melyik részéről jön. Egyik testvérem pontosan megjelölte még azt a személyt is, akiből leginkább áradt ez a sajátos sötét nyomás. Ez a hölgy, nevezzük fiktív néven Diánának, egyébként buzgón imádkozott. Lelkesen fölemelt karral, átszellemült arccal dicsőített. Többször egyénileg is imádkoztunk érte, amit mindig boldogan fogadott. De nem változott semmi. Beláttuk, hogy ez nem mehet így tovább, mert összejöveteleink elsorvadnak. Ima összejövetelünket ismerkedő esté alakítottuk át. Sorra bemutatkoztunk egymásnak, Diana is beszámolt élményeiről. Ezekben erősen a szűzanyára koncentrált jámborság mellett intenzív érdeklődés szerepelt a látomások és magánkinyilatkoztatások iránt. Fény derült arra, hogy részt vett olyan kétes látnokok összejövetelein, akik információkat adtak halottainak túlvilági sorsáról. Azon az estén fizikailag rosszul voltam, és nem volt erőm kézbe venni a helyzetet. A következő alkalommal azonban, jól átgondolva a hallottakat, előadást tartottam a Mária tisztelet helyes módjáról, a magánkinyilatkoztatásokkal szemben szükséges óvatosságról, valamint a keresztény címszó alatt fellépő okkultizmus veszélyéről. Diana látszólag elfogadta, amit hallott, de a következő alkalommal fölhagyott addigi jámbor tiszteletteljes viselkedésével, és magából kikelve követelte, hogy tanúságot tehessen, mert itt nem tisztelik a szűzanyát. Agresszív fellépése ellenére sem engedtem nyilvánosan beszélni, de megkértem, hogy jöjjön el hozzám, és mondja el, amit akart. Hosszú felolvasást tartott Grignon Szent Lajosból, amitől nem lettem okosabb, mert a Grignon-féle Mária tisztelet ellen semmi kifogásom nincs,
az általa javasolt fölajánlást a Szent Szűznek magam is megtettem. Megengedhetetlen viselkedése miatt minden esetre arra kellett kérnem Diánál, hogy a jövőben ne látogassa összejöveteleinket. Már távozóban volt, amikor, mint a villámcsapás, hirtelen megértettem a helyzetet. A kulcs Diánának ez a mondata volt, az atya, mondta nekem, besorolta a szűzanyát a szentek közé. Először azt hittem, hogy ez csak nyelvezeti probléma az ő számára, de most váratlanul megvilágosodott előttem, hogy itt mondta ki fenntartásai teológiai lényegét. Számára a dicsőséges Istenanya nem egyike a szenteknek, ha a legkiválóbb is, minden szentek és angyalok királynője, hanem valami magasabb rendű lény, istennő vagy félistennő. Azt a teológiai kijelentést, hogy a Szent Szűz felvételt nyert a Szent Háromság életközösségébe, ami helyesen értve tökéletesen igaz, és Isten minden gyermekére áll, ő úgy értelmezi, hogy Mária már nem mondható teremtménynek, márpedig ez végzetes tévedés. A katolikus hit szerint Mária teremtmény, semmi más, mint teremtmény. Nincs félúton a teremtmény és a teremtő között, egyedülálló kivételes kapcsolatban áll a teremtővel, de ő maga nem több teremtménynél, és csak ez az egyedülálló kapcsolat emeli minden más teremtmény fölé. Diána Mária kultusza burkolt bálványimádás, kiegészítve keresztény misztikának átszázott burkolt okkultizmussal. Szerencsétlen félrevezetett lélek, aki az igazi Mária tisztelet bajnokának álmodja magát, akinek egész tábora van buzgó, vagy mondjam így exaltált személyekből, és aki mindenhova magával viszi az őt megtévesztő démonokat. Ezek a pimasz szellemek a világosság angyalainak átszázták magukat. Ők akadályozták az imád összejöveteleinket. Amikor Diána híveivel együtt elmaradt estjeinkről, a dicsőítés visszanyerte erejét és fényességét. A démoni ellenállás forrását sok kínlódás árán, de sokat is tanulva azokból sikerült eltávolítani. Két kiemelkedő esetet írtam le, de démoni kísértéssel és ellenállással úgyszóval naponta találkozunk. A pimasz szellem itt jár körülöttünk, mint Baudelaire mondja Adi fordításában, örökkön hajt a démon, űz, kísérget, halk levegőként úszkálgat körültem. Az ilyen támadások hétköznapi formái mindennaposak. Michael Scanlon atya írja, a gonosz lelkek szeretnek belevegyülni az élet apró cseprő dolgaiba, hogy innen aztán nagyobb támadásba lendülhessenek. Apró idegeskedések komoly méreggé és dühöngéssé torzulhatnak. A csalódás irigységhez és önsajnálathoz vezethet. Ezeknek a bűnöknek a gyökere gyakran démoni eredetű, így a gonosz lelkek kibillenthetik a keresztényeket egyensúlyukból, megbolygathatják kapcsolataikat, és további bűnökbe sodorhatják őket. Eddig az idézet Michael Scanlon-től. Most elbeszélek egy összetett esetet, ahol fizikai támadás lépett föl, de egyúttal erős kísértéssel a félelemre és csüggedésre. Egy fiatalember, nevezzük Gézának, biztonsági őr volt egy vállalat telephelyén. Másodmagával töltötte az éjszakákat egy lakó konténerben. Egy éjjel kopogásokra figyeltek föl. Valaki kövekkel haigálta a konténert. Géza kiment, a kocsija össze volt haigálva, sőt, őt is eleltalálta egy kődarab. Később mutatta a lábán a sebet, amit az egyik kő ejtett. A tettest nem találták. Mint hogy a jelenség ismétlődött, rendőrt hívtak. De a rendőr se talált senkit. Dolga végezetlenül távozott. Ezután a konténeren belül is furcsa tünemények léptek föl. Egy csavarhúzó fölemelkedett, és elkezdte kicsavarni az ajtó egyik csavarját. Egy gyufaskatúja mászni kezdett.
Géza nem találta a kulcsomóját, de amikor kiment a mellékhelyiségre, a kulcsok a mennyezet felől lezuhantak és beleestek a szennygödörbe, úgy kellett azokat megtisztogatni. Társa különös állapotba került és furcsa dolgokat mondott. Géza mobiltelefonja megszólalt, társa telefonszámát mutatta, pedig az nem telefonált. Máskor ismeretlen telefonszámról jött hívás. A megdöbbentő az volt, hogy miután később Géza társa meglátogatta őket, Gézát és feleségét lakásukon is gyötörni kezdte a láthatatlan agresszor. Kialudt a világítás, később magától visszatért, elektronikus játékok maguktól működni kezdtek, a telefonon idegen hang jelentkezett, és a sátánként mutatkozott be. Géza felesége első gyermeküket várta. A pimasz szellem bejelentette, hogy a gyermeket akarja. A házaspárt félelem kerítette hatalmába. Nem voltak istentagadók, de nem voltak gyakorló keresztények sem. Gézának volt egy keresztény barátja. Őt hívta fel, hogy megkérdezze, mit lehet ilyenkor csinálni. A férfi hétköznapi katolikus, minden rendkívüli karizma nélkül, azt felelte, hogy eljön, és hoz magával szentelt vizet. Jó messziről kellett jönnie, de már sokkal előbb, mint megérkezhetett volna, dörömböltek a lakáshajton, és kintről egy hang bejelentette, hogy itt van Vilmos a szentelt vízzel. Persze nem nyitottak ajtót, de félelemben várták a valódi Vilmos. Amikor befutott, meghintette a lakást szentelt vízzel, később értesülve az esetről, magam is meglátogattam őket, és megáldottam a lakást, de igazából már nem volt szükséges. Vilmos a szentelt vízzel felszámolta a támadást. Géza és felesége több megbízható ismerősem szerint teljesen szavahihető komoly ember. Beszámolójukban az exaltáltság legcsekélyebb jelét se találtam. A dolog magyarázata valahol ott lehetett, hogy vízvezeték szerelés közben föltártak és megbolygattak egy démonizált területet a vállalatnál, amely talán sátánista vagy okkult rítusok helyszíne volt korábban. Géza kilépett munkahelyéről, felesége baj nélkül megszülte gyermekét, nem tudott tartani nekik a gonosz lélek. Reflektálva a történetre, azt kell megállapítanunk, az eset ugyan rendkívül látványos, de voltaképpen nem volt szó súlyos démoni támadásról. Kis hősködő Münchhausen démon produkálta magát. Az igazi veszélyt a félelemre való kísértés jelentette. Sikerült beszélnem Gézáéknak Jézus győzelméről, és miután tapasztalták is a szabadító erőt, a pimasz szellem voltaképpen önmagának ártott. Akik haboznak elhinni a dolgot, azoknak hadd idézzem Bornemissza Péter 16. századbeli protestáns prédikátort. Hittak vala engem, mondja Ördögi kísértetekről című művében, hittak vala engem Babindali házához Nyitra vármegyébe, és ott hagyigálkodtak az gonosz lelkek. Estve, vacsora felőtt, ül vala mellettem egy szolgabíró, ki hozzám képest jött volt oda, az úgy hagyítá, hogy ottan betörik az feje. Egyebeket is hagyigált, én mellettem is ütötte aszfalt, de csak ruhámot sem illette. Míg ott voltam, szép dicséreteket és könyörgőseket mondottam, és írva náluk hagytam az könyörgő imádságot, hogy azt szerint segítségül hívják az urat, és életcseket megjobbítsák. Azután rövid nap eltávozott. De ez a lényeg. Rövid nap eltávozott. A hívő távozásra tudja bírni a pimasz szellemeket. Kovács Gábort hallották.